a Maja mesél. Szia, Maja, Andi vagyok. Szia, Andi. És nagyon örülök neki, hogy vagy, és nagyon tetszik, és jó lesz ez a Maja mesély, és már nagyon várom, hogy hallgathassalak. Mi beszéltünk régebben nem is egyszer, ugye? Igen. Aki nem emlékszik így erre, mint én, annak kérlek vezess fel egy kicsit, hogy te hol laksz, mit csinálsz. Én Budán lakom, lövérként dolgozom. Most mit csinálsz így este, azon kívül, hogy nekem egy nagy örömet szereztél azzal, hogy rám csörögtél? Az az igazság, hogy most perceken belül le fogok feküdni, aludni, mert reggel korán kell kelnem, úgyhogy csak beszélni akartam veled. Én nagyon köszönöm, gyors és jó és sok pihenés neked akkor most így hirtelen, és hívjál, hogyha van kedved megint dimcsizni, és esetleg van erőd is egy kicsit hosszabban, jó? Egy kicsit hosszabban is. Köszönöm szépen. Szia, Maja. Szia, szia. Gyönyörű hivatás nővérnek lenni, de azt hiszem, hogy rettenetesen nehéz. Szerinted milyen olyan szakmák vannak, akár a tiéd, aminek az egyik alap feltétele az, hogy tudj emberekkel bánni, és az emberekkel való kapcsolattartásban mondjuk a minimum, hogy olyan türelmes vagy, hogy akár fát is lehessen vágni a hátadon, akár ezt is elmesélhetnéd. Ez a Maja mesély.